Ha ma azt mondják irodalom, akkor emberekre gondolok. Akkor mesterség volt az irodalom, ma az életnek egy jelensége. A nevetés elárítás és kidobás. A nevetés bölcsének rövid kínja árán megszabadulunk, kilökjük magunkból a képzetet, amit értelmünk képtelenségnek ítél. S ha igazságról beszélsz, akkor is vigyázz. Ne a magad egyéni érdekét, vagy egy csoport érdekét nevezd igazságnak. Érdek annyi van, ahány ember a földön. Nekünk csak az maradt, hogy jót higgyünk inkább, mint rosszat. S hogy ennek a hitnek erején még éberebben legyünk a szolgálatban, mely a magyar szó iránti kegyelet, hűség és becsület védelmében történik. Manapság ritkán vannak ilyen megnyugtató érzéseink. Azok a szónokok hiánya okozza ezt, hiszen az élő magyar szónak is vannak nagymesterei. A verseny célja anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és minősítése. Nothat Erika a magyar szakos pedagógus szárnyai alá vette a Szép Magyar Beszéd országos mozgalommá vált versenyét. Bár a Csongrádiban ez időtájt nincs akkora népszerűsége a versenynek, mint a vers és prózamondásnak, mégis néhányan nekibátorodva vették a kezükbe a választott és a kiosztott szöveget. Ebben a műfajban nem megengedett a gesztikulációval és hanghordozás segítségével erőteljesebbé tenni a szöveget. Szinte narrátorként kell felolvasni és helyesen értelmezni az írott sorokat, pontosan az írásjelek beszédbeni helyes használatával. Miután a diákok megbirkóztak a szövegértelmezéssel, még harmadik próbatétel is várt a versenyzőkre. A választott témára nagyon rövid időn belül egy kerek szöveget kellett alkotni, bekezdéstől a befejezésig, vagy legalábbis a pontozó zsűri előtt értelmes szerkesztett mondatokba foglalni a valós, avagy kitalált történetet. Tehát nagyon jól megoldottátok a feladatokat, nem volt egyszerű a döntés. Tehát akkor mindenkinek tényleg nagy dicséret és nagy egyes magyar volt, ugye? És hát úgy döntött a zsűri, hogy Sukola Eszter jut tovább most ezen a fordulón, de senkinek ne szegje a kedvét, mert ugye ott mindjárt az első szövegben volt egy olyan, hogy az irodalom művészet. És hát művelitek tovább is ezt, hogy az irodalommal foglalkoztok. És hát elgondolom, mindenki a művészetek terén is valamit tesz, az egyik rajzol, a másik zenél, meg énekel, ilyesmi. Tehát akkor művelitek tovább ezt, mert van egy cicerói mondás, hogy akinek van kertje és könyvtára, annak megvan mindenek.